Hatalmas média érdeklődés mellett kávézott Bayer Zsolt azokkal a civilekkel, akiket szerinte a taknyukon és vérükön kell kirángatni a parlamentből. A társaság a szabadságjogokért szervezte beszélgetésen, ott volt Gulyás Márton aktivista és Szél Bernadett is. A diskurzust a résztvevők végül eredményesnek nyilvánították, Bayer Zsolt pedig híradónak azt ígérte, 5 évig megpróbál tartózkodni a szélsőséges megnyilvánulásoktól. Transzparenssel érkeznek a jobboldali publicista rajongói a budai sörözőbe, ahol Bayer Zsolt eredetileg csak a társaság a szabadságjogokért képviselőivel találkozott volna. A találkozóra az LMP társelnöke mellé hamarosan megérkezett Gulyás Márton és Varga Gergely aktivista is. Őket egy életnagyságú Soros György bábú fogadta. Az volt a célunk, hogy a civileknek legyen arca és neve, és azok a civilek, akiknek a megveretése akármilyen időpillanatban jó ötletnek tűnik, azok ne egy arctalan massza legyenek a közvélemény számára. Miközben az apró teremben a résztvevők az elmúlt évek vitatható megnyilvánulásairól beszéltek pro és kontra, a vitáról kiszorult szimpatizánsok a söröző előtt próbálták egymást jobb belátásra bírni. Nem volt haszontalan, szerintem egyáltalán volt haszontalan. A másfél órás beszélgetés után Gulyás Márton azt mondta, a betyársereg vezetőjével nem ül le beszélgetni, de szerinte Bayer Zsolt más kategória. Bayer Zsoltról sok minden rossz elmondható, de például azt mondjuk, hogy javára lehet írni, hogy meggyőződéses. És akkor egy meggyőződéssel például már érdemes vitázni, mert ott lehetnek már miről vitázni. Nagyon más volt ez, mint a mindennapi politizálás, de azt gondolom, hogy új utakra van szükségünk ahhoz, hogy ezt az országot ebből a mocsárból kirántsuk. Az LMP társelnökének Bayer Zsolt megígérte, megpróbálja rávenni a fideszeseket arra, írják alá azt a politikai nyilatkozatot, amelyben a gyűlöletkeltés és a gyűlöletbeszéd ellen emelnének szót. Híradónk arra emlékeztette a publicistát, korábban ő maga is többször megígérte, tartózkodni fog a szélsőséges megnyilvánulásoktól. Én ugye tavaly már ezt megtettem, és egy évig bírtam is. Hát egy évig nem volt semmi baj. Hát ez már elég jó részemből, úgyhogy most reméljük, hogy a következő nekifutásra adjunk nekem 2 évet vagy 5-öt, hát ha addig nem lesz semmi. És nagyon fogok igyekezni, megígérni. A beszélgetés után a résztvevők híradónknak azt mondták, nem zárkóznak el a további hasonló párbeszédtől sem.